Sziasztok, Borkölyök, és üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! A mai videóban a rácsomatos Secret Santa csomagomat fogom kibontani. Ebben az évben nem csak a booktuberes Secret Santa vettem részt, hanem a Handmade-ből Julie B. Scott csapatával is csináltunk egy ilyen kis névkihúzást Mikulásra, úgyhogy ehhez érkezett meg az én csomagom. Fogalmam sincs, hogy ki küldte, úgyhogy nézzük is meg. Elkezdem kibontani. Nagyon izgatott vagyok, tényleg ötletem sincs, mi van benne, sőt, már azt is elfelejtettem, hogy milyen könyveket raktam a listámra ehhez. Úgyhogy ez egy nagyon nagy meglepetés lesz. Na jó, egy nagyon cuki kis dobozba jött. Nézzétek. Mennyire jó pofa, nem is láttam még ilyet. Annyira aranyos az a doboz. Na jó, kinyitom. Itt van ez, vajon először ezt nézzük meg? Na jó, tehát nézzük meg először, mert nem bírom ki, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki küldte a csomagot, hát ha ebben leírja. Mert látom, hogy cicás a képes lap, csak próbálom kivenni szépen. Ó, nézzétek! Te aranyos! Ha csörkést hallottok, mint mindig, Ori most is lecsapott a csomagolásra, na nézzük ezt a képes lapot. Na, ott van a végén, aki küldte, igen. Kedves Borka, szia! Idén én voltam az angyalkád, és nagyon örülök, hogy így történt. Szuper volt egy kis leírásod alapján jobban megismerni téged. Örültem, hogy összetudtam állítani egy remélhetőleg neked kis tetsző csomagot, hát biztos vagyok benne. Természetesen a kis négy lábút sem maradt ki az ajándékozásból. Ennek nagyon örülök, de egyébként mondom, már az acskóval játszik, szóval neki konkrétan a csomagolás is elég. Használj mindent egészséggel, kellemes kikapcsolódást a könyvhöz. Boldog karácsonyt kívánok! Szeretettel, Dovi. Köszönöm szépen, hát annyira örülök, hogy te húztál egyébként, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a csomagban. Ez a képes lap, imádom. Ori pedig már játszik a csomagolással, de mindegy. Kezdjük azzal. Ilyet még nem is ettem, sőt, nem is tudtam, hogy van ilyen. Ez gluténmentes, mert ugye nekem olyan kell, karamellás snack, és nagyon jól néz ki. Nagyon-nagyon jól néz ki. Ilyet még sose ettem. Ezt meg kipróbáljuk. Másik fajta ez. Epres? Igen, ez epres. Fogalmam is, nem is tudtam erről a márkáról eddig, meg hogy ilyenek vannak, úgyhogy már ez egy pozitívum, mert legalább ami újat megismerek. Ori, kérlek, ne csörögj! Na mindegy. Úgyhogy már is van mit ennem. Ez egy kis karácsonyfadísz? Igen. Itt egy ilyen kis boldog karácsonyos karácsonyfadísz. Egyébként nem már fel van díszítve a karácsonyfa, mert nekem december 1-től a karácsonyban nem érdekel. Úgyhogy ő menni is fog a fára. Nagyon-nagyon aranyos. Csak olyan kezdve minden be van csomagolva egyesével, szóval mindennel meg fogunk lepődni. Ez csörög. Megpróbálom szépen kibontani. Úgy izgulok. Ez micsoda? Jó, először is Orikának nasi, és ezt amúgy nagyon eltaláltad, mert amit imád, és betegesen függője, az ilyen töltött, ilyen száraz nasi. Konkrétan, mióta hazajöttem, ami nagyjából egyébként 20 percet történt, már háromszor nyávogott a táján, hogy adjak neki, és amúgy nem vagyok halandó, mert el fogsz hízni, de ezeket nagyon-nagyon szereti, úgyhogy az ő nevében is köszönöm szépen, most megmutatom neki. Megszagolja, boldog. A másik, hát ez... Ezt nézzétek! Ez egy grogus kis neszeszer. Hát én ezt imádom, első rózsaszín. A kedvenc színem. Istenem, egyébként amikor nem tudom, ilyen fiatalabb voltam, ilyen tizenéves, akkor utáltam a rózsaszínt, és hogy jaj, utálom, mert lányos. Most meg a kedvenc színem, és mindenem is rózsaszín, és ez annyira aranyos. Ez nagyon-nagyon-nagyon szép. És eszi a kis sütiket. Ez szerintem egy bögre lesz, és hogyha nem akkor nagyon megtévesztő lenni, akkor egy bögre, mert konkrétan olyan alakja van. Ó, ez egy kis karácsonyi bögre. Ori, hagyd békén. Nagyon-nagyon cuki. Egy ilyen kis karácsonyi bögrét kaptam, úgyhogy ebből fogom ma inni a kakót, mert én minden este kakót iszok egyébként. Nagyon-nagyon szép. És a széle ilyen pirosan be van díszítve. Kicsit meg vagyok szeppen, mert nem tudom, hogy mit nyissak ki. Legyen ő a következő. Ő is csörög. Mi ez? Ez a kedvencem! Ezeket imádom! Jó, nézzétek! Ezek zapkásak, egyébként rengeteg zapkásat eszek a munkába.
és van itt egy epres és egy sós pekendió, sőt még soha nem kóstoltam meg. Epreset minden héten eszek, úgyhogy ezek tökéletes választások egyébként. Nagyon-nagyon jó. Ezt a márkát egyébként én még nem kóstoltam meg, úgyhogy ez is egy ilyen első próba lesz. De ez gluténmentes, szójamentes, aromamentes, tejmentes, cukormentes, mindenmentes és vegán, úgyhogy mindenkinek is jó. A másik dolog, ami benne volt... Ez micsoda? Ez egy kis karácsonyi párna, húzat! Na jó, és a rózsaszín. Nézzétek, látok. Jó. Nézzétek! Ó, de aranyos! Hát én ezt imádom. Na jó, ezt fel fogom húzni még ma, és imádom, hogy kettő darab párnánk van, ilyen díszpárnánk, az egyik ez lesz, a másik meg az oris, és akkor tökéletes minden. Oké, okay, a könyv az oldalában, azt mondjam legutoljára, még azon kívül van kettő dolog ebben a csomagban, ő az egyik. Imádom egyébként, hogy mindent külön becsomagol, Dovi, mert annyira plusz meglepő, hogy úristen mi van benne, és ilyen grúdizblok. Na jó. Oké, okay. Ezt a hangot meg tudom kivágni egyesével. Arcmaszk, amit megint csak rengeteget használok, imádom az arcmaszkokat. Ez ilyen málnás, epres kivonattal van sejmes bőrhöz. Na, hát akkor ezt is kipróbáljuk. Nagyon szuper. És a másik, ez egy cicás maszk. Imádom, ez egy cicás maszk. Majd ebbe Tomit meg fogom ijeszteni. Egyszer egy másik Secret Santa-ra kaptam grúgusot a fejemen, és hogy ráraktam, megijedt tőlem, úgyhogy most ez fog következni a macskással. Még egy pár behúzat, na jó. Jól tartom? Jól tartom. Az van ráírva, hogy All I want for Christmas is you. Na jó, ezt Tominak a párnájára fogom felhúzni. Nagyon cuki. Utolsó dolog a könyvön kívül. Ez mi? Na jó. Nézzétek. Ez egy ilyen alvómaszk, és grogós, imádom! Pont a minap láttam valahol ilyen leértékelt alvómaszkokat, és azon gondolkoztam, hogy milyen lehet amúgy ilyenbe aludni, és nekünk ez amúgy pluszban nagyon jó, mert ami hülye ablakunkon nincsen redőny. Tehát itt nálunk reggel, amikor napsütés van, akkor napsütés van és kész. A függönye maximum el tudjuk takarni a napot, úgyhogy ez nagyon jól fog jönni. Ezt fel fogom venni este, jaj de jó! Még van benne egy illatviasz is. Hú, mennyivel, mennyi ilyennel fog játszani a mogyorit, na mindegy. Sweater weather is the best weather, nyilván. És milyen illatú vagy? Ragacsos karamella illatú, na jó. És mennyire szép. Kicsit megbontjuk. Isten, ez nagyon jó. Így néz ki maga a termék, hogyha valaki majd rá akar keresni, és nézzétek milyen gyönyörű szép. Hát én ezt imádom, és nagyon jó az illata. Hát már most leesett az állam egyébként, de akkor most jön a könyv, és... Fogalmam sincs mi ez, mert nem tudom már, mi volt a listán, de ez kemény borítós. Nem nagyon sok kemény borítós könyv az a kívánság listán van, fogalmam sincs, hogy mi fog itt most következni. És amúgy egész vastag. Jó. Ezt mióta Matildánál láttam a videóban, azóta lakom most, és az nem most volt. Gyerekek, ez a Skander és az unikornis tolvaj. Gyönyörű, ez egy ifjúsági fantasy kötet, és annyira érdekesen beszélt róla Matilda, hogy már azóta el akartam olvasni, és jó kis vastag kis fantasy, imádom, jaj, de jó, és annyira szép. De szép, úristen. És alatta meg ilyen. De jó. Hát ennek nagyon örülök. Egyrészt teljesen meglepődtem, mert nem emlékeztem már a könyvekre a listán, másrészt ezt már olyan régóta el akarom olvasni, hát imádom. Nagyon szépen köszönöm, Dovi. Ez lett volna a kis Rap Secret Santa csomagbontás. Nagyon szépen köszönök mindent, ha a videót látod. Ez valami elképesztő, teljesen le vagyok sokkolva, hogy mennyi minden szuper dolgot kaptam. Köszönöm szépen ezt a videót, megnéztétek, és találkozunk a következőben. Sziasztok!